Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hitton évnyitó Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük együtt fennállva 42. Zsoltárunk első versét. Segítségünk, tanévnyitó és hittan évnyitó Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéit, amelyet olvasok ma nektek,
tanévnyitó Isten tiszteletünk alkalmából, a 121. Zsoltár minden verséből. Amíg ezt a Zsoltárt felolvasom, a gyülekezet foglaljon helyet. A 121. Zsoltárból így szólít meg bennünket Isten igéje. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad és nem alszik, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad, aki a jobb kezed felől van. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindörökké. Amen. Az Úr áldja meg, kedves testvéreim, az ő igének az olvasását, megtartását, a szívünkbe befogadását. Istennek a lelke cselekedje meg, hogy az Úr az ő igéjével bennünk gyümölcsöt teremjen, 30, 60 vagy akár 100 annyit. Gyertek! Hajtsuk meg együtt a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mindenható Urunk, szerető Istenünk, hogy a mögöttünk lévő nyárban, a nyárnak minden napján megsegítettél, megoltalmaztál bennünket. Köszönjük a nyárnak minden áldását, hogy együtt tudtak lenni a családok, köszönjük az együtt töltött minőségi időt, a kirándulásokat, a nyaralásokat, az együtt fürdőzéseket, a finom családi ebédeket, a jó lelkületet, hangulatot. Köszönjük, hogy erősödhettek családi, baráti kapcsolataink, és köszönjük, drága Urunk, hogy a nyárban is velünk voltál. Láthatatlan módon kísértél bennünket az útjainkon, oltalmaztál, védelmeztél mindannyiunkat. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk, és veled kezdhetjük el az új tanévet, hittanévet. Köszönjük neked, drága Urunk, hogy családjainkba drága gyermeket, gyermekeket ajándékoztál. Köszönjük, hogy mindannyian tudjuk, Isten ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse az jutalom. Köszönjük áldásaidat, ajándékaidat, gyermekeinket. Áldunk téged, Urunk, hogy kísérhetjük őket az óvodába, az iskolába, lélekbe velük lehetünk a középiskolába, gimnáziumba. Urunk, kérünk téged, áld meg ezt a következő évet, tanévet, hittanévet. Kérünk, hogy légy velük, és légy mindannyiunkkal. Áldásaidat gazdagon árazd ránk, segítségedet ne vondd meg tőlünk. Urunk, imádkozunk ezen a mai Isten tiszteleten a te szent lelked jelenlétért, hogy szent lélek által légy itt közöttünk. Légy az ige hirdetővel, hogy szent lélek által hirdesse igédet, és légy mindannyiunkkal, akik hallgatjuk az igét, hogy a lélek által a te igédnek meghallói, megtartói, és a hétköznapokba a te igéd szerint élő emberek legyünk és maradjunk. Drága atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében,
hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, most helyünket elfoglalva, énekeljük együtt, ige hirdetése készülve, 165. dicséretünk első és második versét. Kedves testvérei, hallgassátok meg bizonyságtételemnek az alap igéjét, amelyet olvasok most nektek Ézsaiás próféta könyvéből. Ézsaiás próféta könyve 41. részének a 10. verséből, mely így szól. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Amen. Kedves testvérek, kedves családok, szülők, gyermekek! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a 2023-24. Évi tanévnyitó, hittan évnyitó Isten tiszteletünkön. Isten kegyelméből elindulhatunk egy új tanévben, egy új hittan évben. Úgy induljunk el, hogy előtte hálát adunk, hogy a mögöttünk lévő 2,5 hónapban, a nyárnak az időszakában mindvégig velünk volt, megsegített bennünket az Úr. Visszagondolunk együtt a mi drága táborunkra, amely június utolsó hetében volt. Hálát adunk itt is, most is a templomnak a csendjébe, azért az áldott 5 napért, amelyet a Balatongyöröki Református üdülőházba töltöttünk, és amelyben ott volt, érezhetően ott volt az Úrnak drága áldása. Hálát adunk érte az Úrnak, és reménykedünk, bizakodunk, hogy a következő nyáron is együtt tudunk lenni immár a 9. református táborba. És hálát adunk a nyárnak minden áldásáért. A szüleinkkel, nagyszüleinkkel töltött időért, drága gyerekek, amelyek csodálatos,
életre szóló emlékek mindannyiunk életébe. Hogy együtt voltunk a nagymamával, hogy együtt voltunk a nagypapával, hogy együtt volt a család kirándulni, együtt voltunk fürdeni, együtt voltunk nyaralni. Áldott szép emlékek ezek. Olyan jó együtt most hálát adni, hogy Isten megóvott, megvédelmezett bennünket, és most együtt kezdhetjük el a 2023-24-es évet és tanévet. Vannak itt közöttetek, drága gyermekek, olyanok, akik most kezdik el az óvodás éveket. Most kerülnek be az óvodába. Vannak közöttetek olyanok, akik az óvodából most az első osztályba léptetek. És vannak olyanok is, akik most lettek felső tagozatosok. És vannak olyanok, akik most lesznek végzősek. Most lesz számukra majd a felvételi, és annak az izgalma, hova vesznek fel bennünket. És végezetül olyanok is vannak itt közöttetek, akik most kezdték el a középiskolát, a gimnáziumot. Drága testvérek, ez mind a gyerekek számára, mind nekünk felnőttek számára rendkívüli izgalmakkal, ugyanakkor aggodalmakkal és félelmekkel is járnak. Hogyan tud majd a gyermek az óvodába megszokni? Hogyan tud a gyermek majd az iskolába megszokni, ott teljesíteni? Hogyan veszi az akadályokat a felső tagozaton? Hogy sikerül majd neki a középiskolai felvételi? Illetve hogyan tud majd teljesíteni a középiskolába, a gimnáziumba? Ezek mind-mind olyan kérdések, amely a lelkünkbe, a szívünkbe, bizony most itt az év elején ott vannak, bennünk zakatolnak, mi lesz a gyermekeinkkel, vagy mi lesz az unokáinkkal. És drága testvérek, olyan szépen, vigasztaló módon, erőt adó módon az Úr az ő igéjével támogat bennünket. Mert hogy azt mondja itt nekünk, és ez az első üzenete, Ézsaiás könyve 41. részének, a 10. versének, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Drága gyerekek, kedves szülők, nagyszülők, az Isten az ő végtelen szeretetét, jelenlétét és segítségét ajánlja nekünk mindjárt itt a tanévnek és a hittan évnek a kezdetén. Azt mondja mindannyiunknak, ne féljetek, én veletek vagyok. És drága testvérek, ez bizony, ha erre az igére ráállunk, ha erre az igére építünk, akkor sokkal könnyebben tudjuk venni az akadályokat. Mind az óvodába, mind az általános iskolába, mind pedig a középiskolába, gimnáziumba. Az Úr azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok. Drága testvérek, tudjuk, sőt, hittanokon is tanultuk, hogy hányszor van benne a Bibliába az a mondata az Úrnak, hogy ne félj. És ugye tudjuk, hogy ezt megszámolták már 365-ször, annyiszor, ahány napja van az évnek. Testvérek, nem véletlenül van így. Mert hogy tudja, ami drága Urunk Istenünk, hogy bizony, milyen sokszor és milyen hirtelen megijedünk, mennyi félelem van az ember szívébe. És milyen jó, hogy az Úr tudja ezt, és mellettünk van, ami nagyon fontos. És ezt fogjuk megtanulni az óvodai,
az általános iskolai hittanokon, a konfirmációi alkalmakon, hogy mindannyiunk szívébe ott legyen a tudat, hogy az Úr velem van. A hittan órákon, drága gyerekek, a történetek által, amiket tanulunk, az imádságok által, amiket tanulni fogunk, amiket elmondunk, mind abba erősít bennünket az Úr, hogy ő velünk van, hogy ő nem hagyott el, hogy őrá támaszkodhatunk, hogy az ő jelenlétével segít bennünket. Drága gyermekek, örömmel jöttetek mindezidáig a hittanokra. Szívesen jártatok. Én arra bátorítalak benneteket, hogy ebben az új tanévben, hittanévben is örömmel, szeretettel gyertek a hittanórákra, ahol minden egyes hittanórán az Úr megerősít benneteket abban, hogy nem vagytok egyedül. Hogy nem vagyunk egyedül a világba, mert a mindenható örök Úr, a szerető Isten mindig veletek van. Nem kell félni, nem kell aggodalmaskodni. Velünk van az Isten. Olyan szép, hogy pont a mi református címerünkben is ott van a római ige, a Róma beliekhez írott ige, ha Isten velünk van, kicsoda ellenünk. Nem lehet nekünk ellenségünk a tanulás se, mert az Úr abban is támogat és segít bennünket. Aztán mit mond továbbá ez az ige? Azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok, és olyan szép, amit ezután mond, megerősítelek, és meg is segítelek. Drága testvérek, az Úr mindannyiunk életét ismeri. Ismeri az életünket, lelkünket, benne zajló folyamatokat, eseményeket, küzdelmeket. És drága gyermekek, tudja az Úr, hogy milyen nehéz elindulni egy szép nyár után az iskola rögös útján. Hogy milyen nehéz korán reggel felkelni, részt venni az iskolákon, a tanórákon, és ott figyelni mindvégig, és tudja azt, hogy milyen nehéz pont ebben a nagyon jó időben is leülni a vaskos könyvek mellé és tanulni. Drága gyermekek, kedves szülők, nagyszülők, tudja az Úr, mondja az ige, hogy kinek mire van szüksége, és tudja azt is, hogy bizony milyen nehéz és embert próbáló a tanulás. És drága testvérek, az Úr ezért is mondja, én megerősítelek, és meg is segítelek. Drága testvérek, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem csak velünk van az Úr minden egyes napon, velünk van az óvodában, az iskolában, a középiskolában, hanem ő kész bennünket megerősíteni és megsegíteni. Testvérek, milyen erő ez? Ezt tudjátok, milyen erő? Ez az Úrtól jövő akarat és lelki erő. És tudjátok, pont a lelki erőből, az akaratból, azaz más néven a szorgalomból, ezzel vagyunk hiány olyan sokszor. És az Úr ebbe tud, lelki értelembe tud bennünket legfőképpen megerősíteni. És ezért is nagyon fontos a hittan, mert ahogy jártok majd a hittan órákra, az Úr ebben is erősít benneteket, hogy meglátjátok a bibliai történetekből, hogy az Úr a gyengéket hogy megerősítette, hogy megsegítette. És ezeket a példákat látva, a ti szívetekben is ott lehet a hit, hogyha megerősítette, és mondhatjuk az Ószövetség első történeteitől, ha megerősítette Ádámot, Évát, ha megsegítette az ősatyákat, ha ott volt a királyokkal, ott volt a prófétákkal,
hogyha az Úr Jézus Krisztus erősítette a tanítványokat, a gyengéket, a betegeket, a nyomorúságban lévőket, akkor az Úr engem is meg tud erősíteni. És ha őket megsegítette, akkor engem is meg tud segíteni. Drága testvérek, ezért nagyon fontos a hittan, hogy részt vegyünk az órákon, és ott lássuk, halljuk a történetekből, hogy az Úr senkit nem hagyott cserbe, hogy mindenkit megerősített és megsegített, és aki kért tőle, mindenkinek adott, kinek mire volt szüksége. És higgyétek el, drága gyermekek, kedves szülők, nagyszülők, hogy benneteket is, drága gyermekeiteket, unokáitokat is megerősíti és megsegíti az Úr. És testvérek, ha ez így lesz, akkor jöhet nekünk dolgozat, jöhet nekünk nagy tananyag, bármi, akkor mind ezt el tudjuk sajátítani, és jó jegyeket tudunk kapni. Ebben az évben egyházunknak az igéje kim van itt a templomnak az ajtaja fölött. Ahogy bejöttök, olvashatjátok. A Filippi levélből szól az ige, mégpedig így szól a Filippi 4.13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ebben az évben az egész református anyaszentegyházunknak ez a vezér igéje. És ez olyan szépen ugyanazt az igét erősíti meg, amelyet ma itt megkaptunk az Úrtól, hogy én megerősítelek és meg is segítelek. Mert hogy Krisztusban mindenre van erőm. Minden munkám elvégzésére, minden fáradtságot az Úr által kibírok, minden leckét az Úr erejével meg tudok tanulni. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megsegít, megerősít. Lesz erőtök, drága gyermekek, reggel korán felkelni és elindulni az iskolába. Lesz erőtök végig ülni a sok órát, és lesz erőtök szorgalmatok megtanulni a rengeteg tananyagot, mert az Úr megerősít, és megsegít benneteket. És drága gyermekek, szeretném a szívetekre helyezni, hogy ez fontos, hogy ti is kérjétek. Az Úr adja ezt, de ti is kérjétek. Én hagy bátorítsalak benneteket, hogy minden nap imádkozzatok. Kérjétek az Úr erejét, segítségét. Uram, nehéz lesz ez a nap, segíts meg engem. Uram, dolgozatot írok, kérlek, legyél velem. Uram, most annyira gyenge vagyok, adj erőt megtanulni a tananyagot. És meg fogjátok látni, megkapjátok a lelki erőt az Úrtól. Mert az Úr megerősít, és megsegít mindannyiunkat. És hogy fejeződik be, drága gyermekek, kedves szülők, nagyszülők az ige? Azt mondja végezetül, ne félj, én veled vagyok. Megerősítelek és megsegítelek. És végül győzelmes jobbommal támogatlak. Drága testvérek, mit jelent ez az ige? Győzelmes jobbommal támogatlak. Drága családok, kedves gyermekek, nem lenne vége ennek a mai ige hirdetésnek, ha elmondanánk egészen az Ószövetségtől az Új Szövetségig, hogy amikor az Úr a jobbról, a jobb oldalról, a jobb részről beszél a Bibliában, rengeteg történetben szerepel ez a jobb. Néhány dolgot szeretnék azért nektek, ha megengeditek, felvillantani. Amikor is, ugye azt mondja az Úr Jézus, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és majd találtok ugye halakat, ugye a történetből. És ugye kihúzni már alig tudták a sok hal miatt. Vagy ugye a hitvallásunk, amit tanulunk. Az Úr Jézus felmegy a mennybe,
és ül az atya jobbján, nem a balján, hanem ül az atyának a jobbján. Mit jelent ez a győzelmes jobb? Drága testvérek, ez az igében, a Bibliában, mind az Ó, mind az Új Szövetségben az áldott részt, a sikeres részt, az isteni részt, idézőjelben mondom nektek, a szerencsés részt jelenti. És drága testvérek, amikor azt mondja itt az igében az Úr, hogy én győzelmes jobbommal támogatlak, akkor az azt jelenti, hogy mindennek a vége, eredménye, az sikeres lesz és áldott lesz. És testvérek, ez nagyon reményt keltő. Reményt keltő és örömteli mindannyiunk számára. Hogy az Úr nem csak azt ígéri, most ennek az új évnek, tanévnek, hittanévnek a kezdetén, hogy én veled leszek, megerősítelek, megsegítelek, hanem azt is mondja, győzelmes jobbommal támogatlak. Azaz ez azt jelenti, hogy mindennek a vége pedig a siker lesz, mindennek a vége pedig az áldás lesz. Drága testvérek, ezt onnan is tudjuk, hogy az Isten az őt szeretőknek a legnagyobb jót, a legnagyobb áldást adta és készítette elő. És testvérek, tudjuk, hogy ki ő. Kit ajándékozott az Úr mindannyiunknak? Nem mást, mint az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Ő a legnagyobb ajándék mindannyiunk számára, aki megváltónká, üdvözítőnké lett. Aki által, ha hiszünk benne, győzhetünk a bűn, a gonoszság, a rossz felett. És akivel, drága testvérek, győzhetünk, és áldásokat megtapasztalhatjuk ennek az új tanévnek a végén. Drága gyermekek, hisszük, hogy az Úr győzelmes jobbal fog támogatni benneteket. Azaz, a tanévnek a végén mindenki majd megkaphatja a csodálatos jó bizonyítványokat, mert az Úr megállt bennünket, és megadja nekünk a győzelmet. És a győzelem egy tanév végén az, hogy sikeres évet zárunk, és nagyon jó lesz, áldott lesz, és kitűnő lesz a bizonyítványunk, és hogy mi a győzelem még, és itt szeretnék még a hittarra egy nagyon picit még kapcsolódni. Mi a győzelem, hogy a hittan évnek a végén még nagyobb hittel, még nagyobb Krisztusba vetett bizalommal tudjuk vallani, hogy te vagy Krisztusom, az élő Isten fia, te vagy az én megváltom, üdvözítőm. A győzelem az, hogy nagyobb lesz a hitem, az Úrba vetett bizalmam, és még győzelem az, hogy az Úr sikeressé teszi az én munkámat, az én tanulásomat, és nagyon áldott és sikeres évet zárunk vele. Drága gyermekek, kedves szülők, nagyszülők, együtt kérjük most az Úrtól, hogy Uram, gyere velünk! Legyél a gyermekeinkkel, legyél velük akkor is, amikor én nem tudok vele lenni. Legyél vele az óvodába, az iskolába, a középiskolába, vigyázd az ő lépteit. Gyere velünk otthonainkba, hogy segíteni tudjuk a gyermekeinket. És kérünk, Urunk, erősíts meg őket. Tőled jövő lelki erővel segítsd őket a tanulás minden nehézsége között, és erősítsd őket hitükben. És kérjük az Urat, hogy az évnek a végén
győzelmes jobbjával támogasson bennünket, hogy hadd legyen sikeres, áldott, örömteli és boldog az évnek a vége, hogy Uram, megsegítetted gyermekeinket, Uram, megsegítettél engem. Szép lett a bizonyítvány, és Uram, köszönöm, hogy beléd vetett nagyobb hittel tudom majd folytatni tovább a tanulmányaimat. Drága testvérek, erre kérjük együtt az Urat, mindjárt el is énekeljük, így szól erről. Vezess Jézusunk, s mi veled indulunk. Küzdelemre hív az élet. Hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, még megérkezünk. Így legyen. Amen. Kedves gyermekek, szülők, kedves gyülekezet, ráfelelésül énekeljük el 434. dicséretünknek első versét. Együtt imádkozzunk. Drága Urunk, szerető Istenünk, hadd adjunk neked hálát a mi drága gyermekeinkért. Köszönjük neked, Urunk, hogy velünk voltál, megsegítettél bennünket a mögöttünk lévő nyárba. És köszönjük, hogy elindíthattuk gyermekeinket az óvodába, általános iskolába, vagy éppen a középiskolába, gimnáziumba. Kérünk téged, drága Urunk, segíts meg őket. Köszönjük az igét, amit a szívünkre helyeztél. Add, hogy mindig ott maradjon a mi lelkünkbe, szívünkbe. Hogy mondod ma nekünk, gyermekeinknek, és mindannyiunk életének, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, megsegítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Amen. Kedves testvérek, most foglaljuk el a helyünket, és szeretettel kérem a gyermekeket, fáradjanak ide ki az Úr asztalához, és most együtt fogjuk elimádkozni a gyermekek évkezdő imádságát. Gyertek ki, gyerekek! Ide gyertek ki szépen az Úr asztalához. Fiúk, ide hátra álljatok be, jó? A nagyok is, gimnazisták is, jó? Jöjjünk ide, szépen, ügyesen. Álljatok itt sorba, gyere, drága kincset! Fáradjatok ide ki. Így hátrébb egy picit, Mirikém oda, Esztike mellé. Gyertek előre, Blankácska, álljál ide, drágám. Hátrébb a nagyobbak, így van. És kérem a kedves gyülekezetet, most álljunk fel. Kedves gyermekek, összekulcsoljuk a kezünket, behunjuk a szemünket, és most imádkozzunk. Drága szerető Urunk, hálát adunk neked, hogy a te segítségeddel kezdhetjük el ezt az új tanévünket, hittanévünket. Kérünk téged, áld meg az életünket, áld meg a családjainkat. Együtt imádkozunk drága szüleinkért, nagyszüleinkért. Kérve téged, oltalmazd, védelmezd életüket. Köszönjük, hogy szerethetjük őket, hogy mellettünk állnak, hogy drága jó családot adtál nekünk,
akik segítenek bennünket végig a tanulásban. Köszönjük neked, drága Urunk, hogy egészségbe kezdhetjük el ezt az új tanévet, hittanévet. Kérünk, drága Urunk, legyél velünk az óvodába, iskolába, középiskolába. Láthatatlanul kérünk, kísérd a mi lépteinket, és amikor megijednénk, elkeserednénk, aggódnánk, kérünk, adj a mi szívünkben erőt, segítséget, bátorságot. Kérünk, segíts, hogy nagyon szép óvodai, iskolai és gimnáziumi, középiskolai évünk legyen. Add, hogy boldogok legyünk, hogy jól érezzük magunkat abban a helyen, ahol éppen tanulunk. Kérünk téged, áld meg a tanulásunkat. Megvalljuk neked, hogy olyan sokszor el vagyunk fáradva már, mire odaérünk a leckéhez, olyan sokszor túl nehéznek érezzük. Urunk, kérünk téged, hadd forduljunk hozzád segítségért, hogy adj erőt, adj szorgalmat a tanuláshoz, és adj jó előmenetelt. És Urunk, kérünk, hadd tapasztaljuk meg a tanévnek, hittanévnek a végén, hogy te győzelmes jobboddal támogattál. Azaz, hogy jó jegyeket kapunk, hogy jók lesznek az évvégi eredményeink, hogy felvesznek bennünket abba a középiskolába, ahova szeretnénk kerülni, és akik középiskolások, hogy jó lett az az év is, az az évvégi bizonyítvány, amit az első középiskolai osztályba kezdtünk. Kérünk, áld meg a tanulásunkat, és add, Urunk, hogy nagyon szép évet zárjunk, és imádkozunk azért is, hogy a hittanév során, a tanult bibliai történetekből, a hitoktatók imádságai, hitbeli bizonyságtételei által hitünkben is erősebbekké legyünk, mire vége lesz a hittanévnek. Kérünk, drága Urunk, légy mellettünk, légy velünk, imádkozunk együtt a betegeinkért, gyülekezetünk időseiért, betegeiért, adj gyógyulást a betegeknek. Imádkozunk szeretett Anyaszentegyházunkért, testvér felekezeteinkért, hogy naponta szaporítsd népedet az üdvözülőkkel. Imádkozunk hazánkért, nemzetünkért. Kérünk, áld meg magyarságunkat határainkon innen és túl, és add, hogy mindannyian benned hívő, benned bízó, a te utadon járó gyermekeid legyünk és maradjunk. Drága atyánk, az Úr Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Most pedig együtt imádkozzuk fennhangon a Jézustól tanult imádságot. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jövő szombaton 10 órakor lesz a templomuk megújulásáért való hálaadás. Egy hálaadó istentisztelet lesz, és hívnak, várnak bennünket Keszthelyi testvéreink nagy szeretettel. Tehát jövő szombaton 10 órakor. Kedves testvérek, végezetül hirdettem az adakozást, a persei adományokat, ahogyan Pál apostol mondja, a jószívű, jólelkű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Kedves testvérek, most fejezzük be istentiszteletünket, és még néhány gondolatot szeretnék majd mondani a közös szeretett vendégségünkkel kapcsolatban. Istentiszteletünk végén együtt énekeljük most 434. dicséretünk, 4. versét, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. Kísérj, fejünk, érünk, védj,
imádságban és könyörgésben mindenkor hálával tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, megőrzi szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Most együtt énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt.